gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek, ami csillog a szemetek, maradjatok gyerekek. Néhány sor és egy fülbe mászó dallam, amit generációtól függetlenül talán mindenki ismer. Horváth Boldi és vele együtt a Kelemen Kobátman zenekar közel 10 évvel ezelőtt ezzel a slágerrel írta be magát örökre a magyar popzene történelem könyvébe. De vajon mi minden történt velük azóta, és ki az a Horváth Boldi zsár? Horváth Boldira sokan a Starman Star 2020-as évadának nagy visszatérőjeként emlékezhetnek. Hiába vett többször is búcsút a műsortól, a közönség örökre a szívébe zárta, és ez nincs másképp a mai napig sem. És arról, hogy mit jelent számára mindez, meséljen ő maga. A Kelemen Kabátban frontemberével a szezon utolsó nagy koncertjén beszélgettünk. A fiúk mögött ugyanis egy fellépésekkel teli időszak áll. És ezt talán egy kicsit még nekik is nehéz volt elhinni, mert a koronavírus járvány korábban nem csak a koncertek számát tépázta meg, hanem a zenészek lelkét is. A Covid után még nem érzem azt, hogy úgy teljesen felvettük volna a ritmust. Ettől függetlenül már az egy hatalmas élmény volt, hogy egy ilyen klasszikus nyár volt annak minden szépségével. Nyaralás, ide-oda mászkálás, bulizás, stb. Minden része volt benne, de olyan hamar elmúlt, hogy még nem is tudtam feldolgozni, mi történt igazából. A Kelemen Kabátban zenekar közel 10 éve a hazai klubok és fesztiválok megkerülhetetlen szereplője. Professzionális zenei hangzásvilágukkal hamar hatalmas rajongótábort kovácsoltak maguknak. Nyári dallam, járját a szívem, nyári napfény égeti a testem. A zenekar a Nyári dallam című slágerrel robbant be a köztudatba, amivel együtt Boldi ikonikus kabátja is örökre beégett a rajongók emlékezetébe. A fiúk azóta viszont nagy utat jártak be. A 90-es évek magyar zenei világának stílus paródiájától kezdték, mára viszont az egyik legmeghatározóbb hazai popzenekarrá váltak. De a szövegeik sok színűek, amiket a közönség is kívülről fúj. De azt mondják, hogy a valódi sikerük titka talán nem is szakmai, hanem inkább emberi alapokon nyugszik. Nagyon kevés olyan zenekart látok, aki emberileg ilyen jól megvan. Most ez nyilván nem azt jelenti, hogy soha nincsen semmilyen konfliktus, de nagyon-nagyon elenyésző, és alapvetően egy tisztelet, szeretet övezi a tagokat egymás felé, és szerintem ez egy sokkal-sokkal fontosabb dolog, mint bármi egyéb jellemzője zenésznek, hogy tud egy közösségbe gondolkozni. De vajon mit gondol ez a közösség Boldiról? Hogy látják őt az emberek, akikkel már hosszú évek óta együtt zenél? Szerintem ő a legjobb frontember az országban. És ezt most komolyan mondom. Mind emberileg, mind zeneileg, mind dalszövegeit tekintve is szerintem. Tele van őszinteséggel, szenvedéllyel és szaktudással. Tehát, hogy így tudom összefogalmazni, nekem mindent jelent a Kelemen. Nagyon szeretem a fiúkat. Ez az életemnek a nagy része. Ennyi közös élmény, nagy koncert és elismerés után pedig jogosan merül fel a kérdés. A frontember vajon izgul-e a színpadra lépés előtt? Izgulás szót én sosem használtam volna, inkább egy kicsit izgatott szoktam lenni, de ez egy nagyon pozitív dolog, tehát hogy ez inkább egy ilyen, várom már, hogy koncert. Most izgatott vagy? Erre nem válaszolhatok. De egyébként igen, most egy kicsit izgatott vagy. Itt a szobában várám egy kicsi rigó, azt mondta élni, de jó. A Kelemen Kabátban az idei utolsó nagy koncertjén még a közönség által ismert legnagyobb slágerekkel lépett színpadra. A következő szezonra viszont már egy új lemezzel készülnek. De ahhoz, hogy erről az igencsak személyesre sikerült albumról többet tudjunk meg, London felé vesszük az irányt. Horváth Boldi az új Kelemen lemez egyik videóklipjét több európai nagyvárosban forgatta, ahová mi is vele tartottunk. Az énekessel több mint egy hetet töltöttünk együtt, így hamar kiderült róla az is, hogy rosszul viseli a repülést, sőt mi több, retteg tőle. Boldi, milyen volt a repülés? Tessék, milyen nagyon. Volt a repülés? És ahogy a repülés okozta feszültség oldódik, úgy lassan kezdődhet is a munka.
és amíg a klipforgatások helyszínére érünk, rengeteg téma kerül szóba. Boldi ugyanis nem csak tud, hanem szeret is beszélni, főleg ha munkáról van szó. Megtudom, hogy Boldi egyik kedvenc városa London, ezért nem is volt kérdés, hogy ez szolgál majd a nagyszabású forgatás egyik helyszínéül. A dalt, amihez a klip is készül, egyébként az énekes közelmúltjának történései ihlették. Össze van valahogy mixelve azokból az élményekből, amik engem negatív élmények, de értek ezen a téren, és akkor utána az pedig egy ilyen dalszerzői feladat, vagy egy dalszövegírói feladat, hogy ezt azért úgy, körülbelül úgy összefűzni, hogy ez egy ilyen értelmezhető valami legyen. Nem tudom, mi ez a hang, ami vádol, a múltam hova vezet. Boldi szerint a Nem tudom című dal nem egy tipikus kellemen nóta. Éppen ezért reméli, hogy a közönség szeretni fogja. A dalból ugyanis sok olyan érzés köszön vissza, amivel a legtöbb embernek talán már meg kellett birkóznia. Veszteség, csalódás és a remény egy szebb jövőben. Az is egy nagyon fontos oka annak, hogy ilyen dolgok születnek, hogy én mindig is a saját élményeimről inspirálódom, hogy azok ihletnek meg, legyen az akár vidám vagy szomorú. Nem, nagyon kevés ilyen kitalált történet vagy alkalmazott dalszövegírás van a mi zenekarunk diszkográfiájában. De arról, hogy pontosan mik is voltak az énekes életében ezek az élmények, már máshol beszélgetünk tovább. A levegőben érződik a tenger illata, miközben a strandolók a naplementét csodálják Barcelona tengerpartján. Így már talán érthető, hogy Horváth Boldi miért választotta ezt a várost a videóklip másik helyszínéül. Mindeközben pedig arról beszélgetünk, hogy az új lemez megalkotása számára hol és mikor kezdődött el. Nehéz ezt pontosan megfogni, mondja, de talán egy szűk évvel ezelőtt. Amit megelőzött egy két éves ilyen, hát ha nem is depressziós, de egy nagyon visszafogott alkotói válság, magánéleti válság, szakmai válság, ugye a Covid-dal összefüggésben, amikor én eléggé magam alatt voltam, és amikor ebből lelkileg kilábaltam, akkor hirtelen ezek a dalok kijöttek, és ilyen gejzírként kitörtek. Az új dalok egyfajta terápiaként szolgáltak az énekes számára, hiszen mára már nem titok, hogy hatalmasat változott az élete. Feleségével két évvel ezelőtt döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják, és ami a válását illeti, ezt a témát tovább nem is szeretné firtatni, mert úgy érzi, az elmúlt hetekben már mindent elmondott ezzel kapcsolatban, amit szeretett volna. De vajon hogy vélekedik a szerelemről most? Ez olyan, hogy vagy jön, vagy nem jön, és amikor jön, akkor az ember megérzi. Nagyon sokat gondolkozom mostanában ezen, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki pont egyszerre megtetszen a másiknak. De nem tudom megfogalmazni. Menni kell sokfele, jól kell éreznie magát az embernek, és akkor talán találkozik vele. Boldi közben azt is elárulja, hogy az elmúlt években igazán komolyan senki sem tudta megfogni. Azt, hogy ez a közelmúltban változott-e, egy frappáns, amolyan boldis válasszal kerüli ki. Nyitott vagyok mindenre, sőt, találkozom a nagyhővel, akkor a karjaiba omlok. És hogy ez megtörtént-e már, a kelemen kabátban frontembere végképp nem szeretné elárulni. Magánéletét óvja és félti, éppen ezért nem szeretne a jövőben ezzel kapcsolatban címlapokra kerülni. És ahogyan telnek a napok és a klipforgatás is a végéhez közeledik, a Horváth Boldiról alkotott kép is egyre jobban körvonalazódik. Ő az a laza srác, akinek a társaságában lenni tényleg szórakoztató. Hogy érzed magad, Boldi? Továbbis ilyen. Tudsz egyébként? Úgy megy, mint a színészeknek? Jobban. Ugyanakkor, ha munkáról van szó, az énekes fegyelmezett és szereti irányítani a dolgokat. A benne rejlő érzésekről viszont nyíltan beszél. Imádja a munkáját, a dalszerzést és a színpadot. Mégis mindeközben azt mondja, ha választhatna, kerülné a figyelmet. Az, hogy a zenével vagy a zenéléssel jár némi ismertség, az nekem mindig egy ilyen hozadéka volt ennek. De hogy én alapvetően dalt írni szeretek, koncertezni szeretek, zenélni szeretek, tényleg egyáltalán nem érdekel az, hogy kettővel vagy hárommal többen ismernek-e, mint a XY. Sőt, egyébként nekem kifejezetten néha terhes is ez a dolog. Horváth Boldi annyit még elárult, hogy habár az elmúlt két év nehéz volt számára, semmit sem csinálna másképp.
A Kelemen Kabátban frontembere ugyanis eddigi élete legboldogabb időszakát éli, és azt, hogy ennek mi az oka, egyszer talán majd el is árulja. Már nem hiszem a mesét.